Jó napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok. Az egész világ most Navalnyiról beszél, ezért én is beszélek róla egy kicsit. Talán másképp. Navalnyi tényleg meghalt. A Navalnyi projektnek vége. Ennyi. Ennyire egyszerű. Senki nem halt meg. Senki nem halt meg, kérdezhető ön, kedves barátom. De hát tényleg elhiszi? Kedves barátom, hogy Navalnyi meghalt. Itt bárki meghalt. Remélem nem hitt el. Egyszerűen csak bezárták ezt a projektet. Elmúlt az idő, projekt bezárult. Valamikor megnyitották, most bezárták. Ezt azért rakták be ezt a projektet a társadalomba, hogy beinduljanak mindenféle számunkra érthetetlen folyamatok. Ha valaki megnézni visszafelé Navalnyi demonstrációit, amikor fellépett a nép előtt, ő soha nem beszélt a társadalomról. Hát nem érdekes? A népről, a társadalomról egy szót nem ejtett soha. Ő jelenleg is éli a saját életét, semmi baja nincs. Emlékezzenek vissza arra, azokra a felvételekre, amikor ő annak idején megérkezett a moszkvai Sheremetyevo repülőtérre. Ő azért érkezett meg, hogy börtönbe menjen. Ez egy speciális színész. Az egész csak egy játék volt a tömegek számára. A mainstream médiától, az internettől, a TikToktól elbutult tömeg úgysem ért semmit. Nekik jók a színjátékok. Úgymond Navalnyi arra volt jó, hogy etessék a tömeget. Ő semmit nem mondott, csak üres szövegeket. De a többség ezt nem is értette, amiket ő mondott. Ő most boldogan éli a saját életét valahol Amerikában. Senki nem nyúlt hozzá, nem is fog. Navalnyi annak idején elvette egy orosz tábornok lányát feleségül. Ez a tábornok az orosz titkos szolgálat egyik legfőbb irányítója. Ne feledkezzünk meg erről. Kedves barátom, ne hagyja, hogy bolondot csináljanak önből. Hisz egyszerűen csak bezárták a projektet. Ez a projekt akkor nyílt meg, amikor a moszkvai Seremetyevói repülőtérre megérkezett egy férfi. Egy ismeretlen férfi, szilikon maszkban. Az fontos volt, hogy a tömeg azt higgye, hogy Oroszországban van, nem nyugaton. Állítólag börtönbe dugták, de hát ugye ezt értjük, hogy Navalnyi maga soha nem volt börtönben, nem is lesz. Furcsa módon ő a börtönben mindig külön szobában volt, külön cellában, hol ilyen cellában, hol olyan cellában, hol a gyógyították holnapokig a börtönkórházban, de úgy, hogy senki nem látta. Tehát senkit nem engedtek be hozzá. Már többen nyilatkoztak a úgymond cellatársai közül, hogy nem is látták. Na hát ez kár volt mondaniuk, mert ők nem sokára úgy szintén el fognak tűnni a nagy nyilvánosság elől. Messziről mutattak néha valakit a rácsok mögött, aki körülbelül úgy nézett ki, mint Navalnyi. Milyen érdekes, leültetnek egy embert. Az egész világ ismeri, Oroszország ismeri, de a börtönben nem látták. Hát nem fura. Beindultak az új idők eseményei, ezért a projektet bezárták. Navalnyit pedig el kell felejteni. Én azt javaslom, hogy ön is csináljon úgy, mintha soha nem látta volna, és a fényképét sem. Mert ha ön véletlenül elmegy Amerikába, és az utcán felkiált, hogy jé, ott megy Navalnyi, akkor nem kezeskedem azért, hogy önt még látni fogják a rokonai. Ő élni fogja az életét. Természetesen az egész csapat, aki ezt a Navalnyi bakkanáliát kísérte, ügyvédek, segédek, sofőrök, takarítók, hát mit mondjak, hogy mondjam szépen, hát ők el fognak tűnni.
ebből a világból. Köszönöm szépen, hogy megnéztek. Kérem, lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornára, mert akkor többi gyorsabban meglátják. Viszontlátásra!